Február 24-én házszentelésre tetszettek kihívni bennünket. Tessenek már elmondani, milyen jelenségek voltak itt a házba, a házszentelést megelőzően, és mi történt utána? Hát házszentelést megelőzően olyan dolgokat észlentünk éjszaka főleg, de néha nappal is, de főleg éjszaka, hogy kinyílt szekrényajtó, akkor ahogy feküdtem én a helyemet, kibért helyemet, mert ki van bérve a lakásunk, és éjszaka éreztem én olyan szavokat, hogy ilyen illatokat, ilyen köldi, meg ilyen hasonló dezodorsz féle szavokat, meg néha olyat is éreztem, hogy ilyen paradicsomos káposzta szagot éjszaka, úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy hova tegyük ezt a dolgot. Mindig ugyanaz a szekrényajtó nyílt ki abban az időben, amikor ezek az illatok voltak. És házszentelés után már nem rögtön megszűnt. Házszentelés után megszűnt, és az volt a furcsa, András, hogy elmúlt a kopogás, olyan csend lett, és nyugalom lett. Volt megszokni a csendet. Miért? Mi? Azóta alszom is rendesen. Mert én nagyon rosszabb voltam. Igen. És ebben a szobában is volt egy idősebb házaspár, ott meg rendszeresen beletört a kulcs az árba. Igen, abban az egyöltős részben, mert ott állt a 86 éves bácsi, hát a Marika mondta, egyet is Marika. És akkor tudták azonosítani, amikor Marika mondta, hogy ott áll, hogy az igen, 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 évek igen. Volt, ő asztalos, és évek óta mindig... Nem győztem, hogy kulcsot cserélni, mert asztalos a szakmám, az voltam, hát most már 65 nagyon éves lesz. Nagyon kulcsa dolgok történtek, meg ez elesés állandóan elesés. A kedves feleség a bácsinak meg itt állt a dohányzó asztal végét, itt a szobafedő mellett közvetlen. És megtapogattuk, ahogy a Marika mondta, hogy ahogy közeledünk felé, hogy mit érzünk. És éreztük szabályosan, hogy ott ilyen hűvösebb levegőt érez az ember keze, meg szabályosan meg lehetett tapogatni. És a kedves felesége többször eltetszett esni, és hol? Az előszobában, ahol állt az a szomszédnőnek a szelleme, onnan estem be mindig a szobába. És a férjem mindig rám fogta a szőnyeget, nem nézel a lábad alá, megbotlasz a szőnyegbe, szed föl a szőnyeget, de állandóan elestem. És Marika elengedte a szellemet, és azóta mi történt? Rögtön megszűnt, én azóta még a lakásban nem estem azóta el. Azóta nem estem el egyáltalán, jól alszom, mert én pont abban a vonalban is aludtam, úgyhogy teljesen más az egész lakás, mint hogyha, mit tudom, nehéz volt megszokni. A furcsa volt, este mindig vártuk az örejeket, meg hogy ez lesz, az lesz, és nem megszűnt. Történt még itt egy nagyon különös eset. Tetszettek kapni egy órát egy ismerőstől. Ha ennek a történetét röviden elmondanám. Igen, hát a nővéremtől, aki már sajnos nincs közöttünk, 2000-ben voltam 60 éves, és a 60. születésnapokra kaptam ettől a nővéremtől és egy másiktól ketten vették nekem közösen, és az az óra, amikor meghalt a nővérem rá két évre, azaz 2002-ben, akkor az át ugye tudni kell, hogy az órát tavasszal előre kell állítani egy órát, ősszel pedig ugyanúgy vissza. És tavasszal, mert az előző év augusztus 19-én halt meg a nővérem 2002-ben, és már akkor ősszel az órát nem kellett nekünk visszahajtani, amit kaptam tőle. Magától vissza? Magától állt vissza, de 5 perccel, tehát 5 percet később. Tetszettük? Ahogy állt éppen az óra akkor. Tehát nem pontosan állítódott vissza, vagy éppen előre, amikor hogy kellett, hanem 5 perc differenciál. Azt és ez ugyanúgy visszaállított. Aztán megint vissza. Igen, ez ment ez év februárjaig, amíg a heket is. Sőt, a március, igen, ugye az időátállítás. És akkor már nem volt ilyen. Most már nem. És akkor figyeltük még. És a házszentelés után meg nem állt vissza. Akkor már nem. Akkor nem állt vissza. És amióta a papírálnál voltam ilyen gerinckezelése, azóta nekem a pulzusom tökéletes, óriási. És a vérnyomásom is
De... Mert cukros, kezdett cukor, és átgult a cukrom, vagy jártam a Barikánál energiakezelésen kétszer, háromszor, és a Mártikánál is voltam kétszer tarpasszásom. Mennyi volt a cukor? 8-2. És most? És most 4-5. 4-8 volt tegnap. Vagy 4-8 volt tegnap. De hamar vettünk egy cukormérőt, és most mi méregetjük. És beállt a kezelésekre. De. És beállt, igen. Úgyhogy ha majd megyünk, mert mondtam, ne szedje a gyógyszert, akkor minek szedi? Hát akkor is. Azt most, ha megy legközelebb a doktornőhöz, mert nagyon egyidősek, és oda valós is a doktor, hogy nagyon jóban vagyunk vele, és mindig viccelődik fel, azt mondtuk neki, hogy most legközelebb a mész, viszed a könyvet, amit én vezetek, és megmutatod neki, hogy te nem fogod szedni a gyógyszert, mert nem jó. Most miért szedjem akkor? Felesleges. A vérnyomás mennyi volt? Előtte? Igen. Mindig alacsony volt. 90. És infarktusom is volt 985-ben. Azóta, hál' Istennek, jól vagyok. De főleg, 120-130. Most 120, most normális. Energia és tarmasszázs volt, meg gerinckezelés. Igen, gerinckezelés, vagy háromszor voltam a Bélánál. Egy volt, az is itt maradt szegény kis, a húgomnak a kislánya, 18 éves. És, de húgomnak említettem már, és ő azt mondta, hogy... Már az meg a húgára van tapadva. És megkérdeztem azt is Maritától, hogy halt meg a kislány. Mert én nekem az az érzésem, hogy öngyilkos lett, de húgomék nem mondják ezt meg. És mondtam neki, hogy az égi rád van tapadva, nem érzed? Mert azóta húgom állandóan torokfájós, ő sose volt az. Ami a kislánynak bajai volt. A kislány volt. Azok a bajok vannak most neki. És mondtam neki, hogy gyere el velem, vetessük le, mert rád van tapadva, és nem érzed, azt mondja, érzem. Voltunk már Szent Utakon is, Dobogókőn is kétszer, akkor Szent Kuton is voltunk, akkor Csitáron is voltunk, úgyhogy ezután szeretném megköszönni a tátosoknak a nagyon sok segítséget, és Kovács Andrásnak azt a nagyon sok, nem tudom elmondani, hogy mekkora segítség, amit kaptunk a tátosoktól. Én már szellemi. Úgy egészségileg, mint a lakás az volt, a csendben, hát nyugalomban. Nem, vitatkozunk a nejemben. Ez egy csoda. Mert volt olyan valóban. Merem mondani, mert így volt. Hát nem. Az utóbbi időben mindenen összekaptunk. Összekaptunk mindenen. És hogy ez biztos, hogy azért volt, mert azóta nincs ilyen. Nincs. Hát a 43 éves házasok volt, mi soha nem veszekedtünk semmi. És hát nem tudom. Én voltam szellemműtéten is Malávommal. Vigyikonnál. Én 5 év után letettem a botot. Megváltozott a ízés. Az hogy történt az étel megáldása, és hogy történt az ízek megváltozása? Hát megterítettem, mire jött a Marika, és hát a szentelés után megáldotta, és utána megkóstoltuk egy kis kolbász, és teljesen más ízű volt. Aztán mondtam a Marikának, nevetett is, mert hamar becsomagoltam, és eltettem, hogy majd húsvétra. Hát meg is volt az eredménye, mert mindenkinek abból kellett enni, mindenkinek adtam. És amikor voltunk a Szent Uton, akkor meg én is sütöttem pogácsát, meg amit kaptunk is, abból is az egész rokonságnak mindenkinek be volt külön csomag. Mindenki kapott egy örömmel fogadtál? Igen. Még az otthoni nővére is, aki Zalából jött, annak is eltettem, hát ő nemrég volt itt. Hát az nagyon hisz benne én is. És az is evett belőle, úgyhogy, sőt, még a vízből is, az itteniek, abból is mindenki ívott, mert hoztunk azt is Csitáról. Igen. Úgyhogy nagyon szép élményeink voltak, meg vannak. Hát reméljük, hogy el fogunk tudni menni máskor is Szent Utakra, nagyon szeretnénk. Hát szeretnénk legalábbis.